Szeretettel és tisztelettel köszöntöm kedves nézőinket, és valaki azt a kérdést tette föl nékem, hogy valójában vannak-e olyan missziós módszerek, amelyek méltók az evangéliumhoz, és vannak-e olyan missziós módszerek, amelyek talán nem méltók az evangéliumhoz. Hiszen, és arra az ígére hivatkozott, hogy legyünk készen mindenkor, minden helyzetben, mindenkinek bizonyságot tenni alkalmas időben és alkalmatlan időben. Mikor alkalmas az idő, és mitől alkalmatlan az idő? Így is föltette valaki a kérdést. A misszió egy nagyon összetett dolog, tehát a rendelkezésünkre álló időben minden részletére nem tudok kitérni. Abból szeretnék azonban kiindulni, hogy Jézus Krisztus a mi példaképünk ebben a tekintetben is. És idéznék egy gondolatot, amit Ellen White egyik könyvében, a Nagyorvos lábnyomán című könyvében olvashatunk, és a következőképpen szól. Csak Krisztus módszerével lehet igazán az emberekhez férkőzni. A megváltó az emberek közzé vegyült. Javukat akarta, együttérzést tanúsított irántuk, megnyerte bizalmukat. Aztán így szólt hozzájuk, kövessetek engem. Na most, ha megnézzük ezt a nagyon rövid idézetet, legalább 5-6 olyan kulcs gondolatot találunk benne, ami a krisztusi missziónak a lényegét ragadja meg, és ami természetesen, ha Krisztust akarjuk követni, akkor lényegi kérdés a mi missziói szolgálatunkban is. Az első dolog, amit olvastam Jézussal kapcsolatban, az a következő gondolat volt, hogy Jézus Krisztus elvegyült az emberek között. Tehát nem elhúzódott az emberektől, hanem elvegyült az emberek között. Sajnos az evangéliumi keresztényeknek van egy olyan sajátos viselkedésük, hogy elhúzódnak, és aztán kimennek portyázni. Elhúzódnak, aztán egy kampányra kilépnek. Na most az a probléma ezzel a magatartással, hogyha ilyen üstökösökként föltűnünk, meg eltűnünk, és nem az igazság napjaként reggeltől világítunk, és tudják az emberek, hogy holnap reggel megint föl fog kelni a nap. Tehát nem vagyunk ott állandóan az emberek életében, akkor egy olyan felszínes kapcsolatunk van az emberekkel, ami nem teremti meg azt a bizalmi alapot, ami lehetővé tenné, hogy hozzáférkőzzünk az emberek lelki világához, belső világához. Nem nyílnak meg előttünk, és nem tudjuk igazán megszólítani őket az evangéliummal. Jézus Krisztus tehát úgy fogta föl a missziót, mint egy állandó életformát. Tehát állandóan jelen volt az emberi közösségben. Egy svájci teológus azt mondta, hogy valójában az egyháznak nincs missziója, az egyház maga a misszió. Az egyház úgy él a misszióban, mint a tűz a lángokban, mondta Emil Brunnernek, hívták őt. Tehát ez az első dolog, amit meg kell tanulnunk, hogy ne húzódjunk el az emberektől ott, ahol vagyunk, hanem építsünk bizalmi kapcsolatot
és olyan közösséget, úgy ismerjenek bennünket, mint akik nyitottak és figyelnek rájuk. A második gondolat, ami nagyon fontos és hasonlóképpen hangsúlyos ebben a történetben az, hogy Jézus nem toborozni jött, hanem úgy olvastam, hogy elvegyült az emberek között, mert a javukat akarta. Tehát az emberek ráéreznek arra, hogy mi skalpot akarunk, vagy valóban valamit adni akarunk nekik. Tehát valóban az ő javukat szolgáljuk, és az ő javukat akarjuk. Ha észreveszik azt, és ráéreznek arra, hogy mi be akarjuk cserkészni őket valamiben, valami sikerjegyében, akkor elhúzódnak inkább. És nem nyílnak meg számunkra. Akkor jön ki létre egy bizalmi kapcsolat köztünk és az emberek között, hogyha látják azt, hogy tényleg őszintén az ő javukat szolgáljuk. Nem akarok értékelni semmilyen missziói erőfeszítést, ezer és ezerféle missziói módszerrel találkozunk, de általában azt szoktam látni, hogy ezek ilyen görög tüzek. Föllobbannak, aztán ellobbannak. Na most ezeknek a görög tüzeknek szép ez a tűzi játék idején, de ezeknél nem lehet se főzni, se melegedni. Tehát a kereszténység pedig az élet maga. Az emberek élni akarnak Krisztusban. Tehát ezek olyan pótcselekvések lehetnek életünkben, amelyek inkább csalódást és frusztrációt idéznek elő, semmint igazi, tartós és maradandó eredményt. A másik nagyon fontos dolog, amit meg kell figyelnünk a misszióval kapcsolatban, ha megnézzük Jézus magatartását, az a következő. Hogy Jézus nagyon ügyesen válogatta össze a tanítványait. Választott halászokat az egyszerű emberekhez, Jézus Krisztus választott vámszedőket, hogy el tudja érni a gazdagokat, Jézus kiválasztott a Pált, hogy el tudja érni a filozófusokat, a teológusokat, meg a császárházánál tartozó embereket. Tehát a missziót ott folytatjuk, ahol vagyunk. A időm volna elmondanék egy példát arra, hogy valakinek eszébe jutott a hajléktalan misszió, és azt mondtam, hogy és hajlandó vagy egy hónapig legalább a hajléktalanok között élni? Mert akkor tudok hatékonyan munkát végezni, ha ott vagyok abban a közegben, ahonnan embereket akarok megmenteni. A lélekmentés kulcsa tehát nem a kampány, hanem az emberekkel való tartós, jóhiszemű, jóindulatú bizalmi viszony és bizalmi kapcsolat. Csak ilyen módon nyílnak meg az emberek. A vallás olyasmi, mint a szerelem. Senkiben nem leszünk szerelmesek, akit nem ismerünk. És senkinek a vallását nem fogjuk elfogadni, akiben nem bízunk meg, akivel nincs bizalmi viszonyunk. És az utolsó pont, amire rá szeretnék mutatni a következő, hogy a misszió szolgálat hasonló, mint a fertőző betegeknek a gyógyítása. Amikor az ember elmegy és megszólít embereket a világban, akkor szembesül azzal, amivel a fertőző betegeket gondozó egészségügyiek szembesülnek, hogyha nem viselik a védőruhát és nem készülnek föl, akkor lehet, hogy nem a beteg fog meggyógyulni, hanem az orvos lesz beteg, vagy a nővér lesz beteg. Pál apostol beszél erről a galáciai levélben, amikor azt mondja, hogy vigyázz magadra,
mert a találkozás, az interakció, az mindig két irányú utca. Én is hatok másokra, és mások is hatnak rá. Ezt a kockázatot vállalnunk kell, másképp nem tudunk gyógyítani, másképp nem tudunk lelket menteni. Aki elbújik, az nem tud lelket menteni. De a kockázatnak tudatában kell lennünk. És ezért Isten kegyelmét és erejét kell kérnünk ahhoz, hogy a Szentlélek erőteljesebb befolyása hasson, és ne a gonosz léleknek a befolyása hasson rá. Én azt hiszem, hogy így tudunk végezni missziói szolgálatot tartósan, életformaszerűen, akkor a Jóisten meg fogja áldani a mi missziónkat.